Ötből öt trófea. A 2018-as évet akár ezzel a felkiáltással is búcsúztathatta a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Varga Zsolt vezetőedző irányítása alatt szárnyalt a zöld-fehér együttes, hiszen az Európa Kupa és az Európai Szuperkupa mellett az összes hazai trófeát is megnyerte. Így az sem csoda, hogy a vízilabda edzők világszövetsége a Fradi mesterét választotta az év edzőjének. Egy picit én is úgy voltam vele, hogy hú, ez tényleg egy mekkora elismerés. De azt éreztem belőle, hogy, ténylegesen van egy elképzelésem, amit az elmúlt években kidolgoztam a munkával kapcsolatban, azzal, hogy mennyire hagyjuk el a tradíciót, mennyire tiszteljük a tradíciót, és milyen új dolgokat vegyünk bele egy szakmai felállításban, hogy azt gondolom, egy picit ennek is talán a sikere, illetve elismerése ez a díj. Így 2018 legalább olyan mérföldkő volt Varga Zsolt edzői pályáján, mint a 2000-es év és a Sydney-i olimpiai arany még játékosként. Más a játékos pályafutás, azt le kellett tudnom zárni, akkor, amikor abbahagytam. Nyilván nem volt egyszerű, évek kellettek hozzá. Sokszor viccesen megemlítődik azt, hogy abba akartam hagyni az edzősködést, de tényleg volt ilyen pillanata is, hogy azt gondoltam, hogy nem biztos ez az én pályám. De annyira más a játékos pályafutás, illetve az edzői munka, tényleg teljesen más aspektusai ugyanannak a sportnak. Én azt gondolom, hogy a játékos karrieremnek nyilván az volt egy kiemelkedő csúcspontja. Ez meg nyilvánvalóan ennek az edzői munkának lesz egy csúcspontja, egy kiemelkedő érzelmi állapota, amikor az embernek elismerik így a munkáját. Az elmúlt 5-6 évben a korábbi olimpiai bajnok megjárt már mélységeket és magasságokat is edzőként. A Fradival a kiesés ellen is harcoltak, most pedig Európa egyik top klubja a Népligeti csapat. De ehhez nagy utat kellett megtenni. Ezt a mai és a jelenlegi állapotot, a pillanatot azért szakadékok választják el attól a csapattól. Engem is szakadékok választanak el, hiszen az volt nekem az első tapasztalatom. És nyilvánvalóan ez egy fejlődési folyamat volt nekem is, és ebben voltak ezek a mélypontok, amikor azt éreztem, hogy ez nem biztos, hogy ténylegesen az az út, amin én nekem haladnom kell. De én azt gondolom, hogy ezek az ilyen dűállapotok, vagy ilyen feszült, vagy mélypont állapotok kellnek az embernek ahhoz, hogy letisztuljon az emberben az, hogy valójában mit akar. Kicsit kiég az emberből elnézést, úgy mondom, a hülyeség, tehát a hiszti, és utána az ember megy előre az úton tovább, és onnantól fogva már hozott egy még mélyebb döntést, mint amit előtte hozott, már pedig ez az én utam, és azt végig is járom.